A kerékpározás rövidebb távakon a leggyorsabb eljutási lehetőséget biztosítja, mert a közlekedési torlódások nem késleltetik a kerekezőket és parkoló helyet sem kell keresniük. A biciklizés nagymértékben hozzájárul a környezetbarát fenntartható közlekedéshez, hatékony eszköze az egészségmegőrzésnek is. A Kazinczbarcikán épült több mint 10 kilométeres kerékpárútrendszer kiépítésével jelenleg a város szinte összes intézménye sok munka a helye és kereskedelmi létesítménye biztonságosan megközelíthető két keréken is. Akkor, amikor a kerékpárutak építését megkezdtük kazincz több cél is vezérelt minket. Egyrésztről az infrastruktúrának a fejlesztése, ami a járda és magának az útnak a fejlesztése. Másrésztről talán legfontosabb, hogy a mozgásra visszaszoktatni az embereket. Talán az egyik legkényelmesebb mozgás a kerékpározás, hogyha valakinek megvan a megfelelő Identitása hozzá, szeret mozogni, szeret közlekedni, nem csak sétálni és nem a gépkocsiban ülni, akkor a kerékpár a legjobb módja annak, hogy a várost átszelje. Nem vagyunk nagy település, nincsenek nagy távolságok, így ezek kerékpárral könnyen leküzdhetőek akár. És az, hogy gyakorlatilag herbolyától egészen a borsotkemi kerékpárral lehet közlekedni, így a legnagyobb munkáltató Kazin Barcikán, ugye a Borsötkem, az ott dolgozóknak, ahova sokan jártnak kerékpárral a mai napig, nekik talán a legbiztonságosabb közlekedni mint ismeretes három újabb szakaszsal bővült a város kerékpárút hálózata az elmúlt két évben. A Mátyás király és Egresi utakat összekötő Pollák Mihály úti 500 méter hosszúságú szakasz régi vágya volt a bicikliseknek, valamint szintén jelentős hiányosságot pótolta az Attila úti szakasz is. Az, hogy kerékpáros barát település lehettünk újra, ennek több összetevője van. Itt ki kell emelni a Tour de Angri-t ami ugye többször látogatott el Kazinzbarcikára. Volt, amikor befutó voltunk, volt, amikor az etapok értek véget, vagy éppen nálunk volt a rajt. De ez mind minden esetben nagyon-nagyon nagy kitüntetés számunkra, és ezért nagyon örülünk annak, hogy a jövőben is számolnak velünk. Kazincz Barcika város önkormányzata 2020. áprilisában pályázatot nyújtott be az országos Bringa Park programra, melyel már a természetközeli kerékpározást kedvelők igényeit is kielégítenék. A pályázat részeként egy single trade egynyomvonalú pálya kialakítását tervezik a környékbeli dombokon és a csatlakozó útakon. A tervek szerint szintén az egészségmegőrzést, valamint a rendszeres testmozgást segítené, az a jégcsarnok és vízi komplexum is, ami a csónakázótó szomszédságában valósulhat meg, emelte ki Klimon István alpolgármester.